Kovács Kati a magyar könnyűzenei élet élő legendája, évtizedek óta egyik legsokoldalúbb és legsikeresebb magyar énekesnő. Művészi pályafutása elismeréseként március 14-én Kossuth díjjal tüntették ki. Az Örök Ifjú előadó és a No Commerce zenekar fergeteges koncertet adott az IH rendezvényközpontban. A teltházas előadáson Kovács Kati nem csak természetességével és remek humorával, de a korát meghazudtoló energikus előadásmódjával is elvarázsolt a rajongóit. Én soha nem mondanám magamról, hogy álló csillag vagy egyéb csillag. Inkább a történelmi hűség kedvéért mondanám, egri vagyok, és mint ilyen, az egri csillagok egy kicsit a szívünkhöz nőtt Egerben. Úgyhogy így a csillag szó közel áll a lelkemhez, de az, hogy töretlen siker, ez így szép megfogalmazás, de nem így van. Azért ez a pálya tele van mindenféle buktatóval, és azért mi is hol fönt voltunk, hol kevésbé fönt. De aztán mindenki megpróbál egy kicsit kapaszkodni a maga módján, vagy új lemezekkel, új stílusú dalok eléneklésével, vagy újféle koncerttel, zenekarra, zenekar nélkül. Szóval aki nem veszi nagyon komolyan ezt a pályát, az hamar el is tűnik, mert azért nagyon-nagyon sokan indultunk ezelőtt 49 évvel, mondjuk 50, mert én a televízióban már szerepeltem 64-ben egyszer. Aki kellő komolysággal veszi ezt a pályát, azért az nagyon-nagyon sokszor örül, és bizony van, amikor nagyon sokat szomorkodik, mert itt nem nagyon szabad megsértődni, mert óhatatlanul az embereknek különböző ízlésviláguk van. Van, aki szereti a jazzesebb dalokat, például én azzal indultam és azzal kezdtem a pályámat főként, van, akitől ez nagyon távol áll. Ez természetesen annyira szubjektív, hogy nem is lehet azt mondani, hogy ha valaki más szeretnek, akkor hibázott. Senki nem elkötelezettje ennek a műfajnak. Valami szerencse folytán, ha akad egy slágerünk, akkor azt mondjuk sokan szeretik, de a másik csoport egy másik embert szeret. Ez természetes. Az elmúlt 50 évben nagyjából én az égvilágon semmit nem csináltam. Valahogy mindig a zenével foglalkoztam, vagy az azzal kapcsolatos teendőkkel, gondolok itt interjúkra, újságírók. Újságírók hadával kellett megküzdenem, és az újságírók hadának kellett velem megküzdeni mostanában, mert az Eurovíziós dalválogató kapcsán nagyon-nagyon sokan kértek interjút, és a Kossuth díj kapcsán is. És mindig azt mondtam, hogy bocsánatot kérek, én már annyi mindent elmondtam magamról, abban nincs semmi érdekes. És olyan aranyos volt az egyik tévériporter, újságíró azt mondta, hogy de nem olvassa mindig mindenki ugyanazokat az újságokat, úgyhogy nyugodtan nyilatkozz. Régen egyszerűbb volt, mert ha valaki tudott énekelni, akkor tudott. Ma pedig bárkiből énekes lehet. Negyed óra alatt énekes csinálnak, bárkiből. Olyan sztár lesz, stylistok, tömkelege, szép ruhák, sminkek, rúzsok, és még egyszer elmondom, a hangmérnöki gárda. Úgyhogy valójában
Alapvetően nem változik semmi. Van a zene, van egy szöveg, egy énekes, és mindenki megvívja a maga kis csatáját, hogy el tudja ezt énekelni, vagy nem. Itt az Eurovíziós Fesztiválon az volt a válogató versenyem, magyaron, az volt a furcsa, hogy itt mindenkinek más ízlés világa van. Nyilván, amikor én néztem, akkor az én szempontom szerint egy énekes, hogy énekel, azt figyeltem. A pályatársaim, vagy kollégáim, bocsánat, akik velem együtt zsűriztek, ők inkább azt nézték, hogy X rádióban mennyire lehet ezt lejátszani sokszor, mennyire eladható. Ugye ez a mi időnkben ez az eladhatóság, ez nem volt szempont. Mert szóba se került, hogy egy dal mennyire eladható, tehát hogy is mondjam, csak profi módon. Akkoriban egy kicsit tisztább amatőr világ volt. Több ember elfogult önmagával szemben, mint ahogy mi is azok voltunk, és gondoltuk, hogy mi vagyunk a legjobbak a világon, aztán később már egy kis önkritikánk is kifejlődött, és remélem, hogy a többiekben is van önkritika. Én is tudom, hogy van, amit tudok, van, amit nem tudok, van, amiben esetleg a soron következő generáció már sokkal bátrabb, vagy alkalmasabbak. Én például, amiatt, hogy folyton utazom és dolgozom, énekelek, stb. Nem tanultam megkezelni az internet használatát, stb. A fiatalok itt mellettem mindenki kívülről fújja és tudja, és bele se kezdek menni, hogy elveszítsem az önbizalmamat, hogy én mennyire ügyetlen vagyok ebben a világban. De tudom, hogy ők 40-50 év múlva, ők is ugyanígy járnak a saját gyerekeikkel, vagy unokáikkal, hogy bizony az újabb generáció már sok mindenben ügyesebb is, de a zene az mindig zene marad.